A jelenleg 4 földrészen működő IPA kalocsai szervezete már 20 éves múltnak örvend. Magyarországon durván 3500 fővel számolnak, és szeretnék, ha nagyobb elismerésnek örvendene az egyesület, ezokból kifolyólag szervezték meg első családi napi rendezvényüket a Dózsa György szakközépiskola udvarán. Szeretnénk egy kicsit nyitottabbá tenni a tevékenységünket, ismertebbé tenni. Jellemző epizód, hogy készítettük el ezt a mai családi majálisunkat, és a Dózsa György szakközépnek a rendészeti szakképzésbe résztvevő diákjai besegítettek a előkészítésbe, és az egyik gyerek kérdezi, hogy rendben van, ez jó bulinak látszik, nagyon szívesen jönnek segíteni, de mi az az IPA egyáltalán? Tehát még a szakképzésben résztvevők sem ismerik mindenütt a szervezetet. Tehát mindenféleképpen ezt igyekszünk valahogy elismertebbé tenni, egy kicsit nyitottabb programokat szervezni. Éppen ezért a családok felé nyitottunk, hogy ne a családtól raboljuk el a tagokat, hanem a családokat is vonjuk be a programokba. Ezek a programok voltak például a légpuska lövészet a pince lőterében, kín az udvaron az airsoft fegyverekkel és az íjászattal ismerkedhettek meg az érdeklődők, de a legkisebbekre gondolva lehetőség nyílt többek közt arcfestésre is, de ez még nem minden. A Göncöl Gábor úr a fajátékokkal a legifjabb nemzet a érdeklődési körét próbálja megcélozni, meg kielégíteni. Tehát vannak fajátékok, ha jól látom, most is randalíroznak ott a fiatalok, úgyhogy maximálisan igénybe vették a lehetőségeket. Van olyan házaspár, aki vállalta, hogy folyamatosan lángosütése, ugye a fizikai szükségleteket elégítik ki, addig is, amíg elkészül majd a szarvaspörkölt, ami szintén támogatói felajánlásból készül majd el. Majd a délutáni órákban megérkeztek az állampusztai büntetés végrehajtó intézet rendőrkutyái is, amit már nagyon kíváncsian vártak a látogatók, hiszen rendkívül izgalmas bemutatóval készültek számukra. Ilyen színes programok mellett lehetetlenség volt egy percre is unatkozni, így teljes mértékben jól szórakoztak az IPA családi majálisának kicsik és a nagyok is.